szép kívánok Ferenc Nőző Balázsa Széchenyi Akadémia ügyvezető elnöke. Széchenyi István 1860. április 8-án hunyt el, és a Széchenyi Akadémia ehhez a naphoz igazítja a Széchenyi emlékeset. Az emlékes első része az úgynevezett Serleg beszél, ezt ebben az évben Ferde Zsuzsa, Széchenyi díjas, szociológus, professzor, emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja fogja tartani. Ezután szünet következik, majd a Szekeres György műfordítói emlékében átadása, és végül az Anima Musicae Kamara zenekar kortárs zeneszerző műveiből, ezzel a koncerttel zárul az eset. A Serleg beszédről talán elmondanék egy-két dolgot, hogy mi is ez a Serleg beszéd. Széchenyi István végrendeletében, többször módosított végrendeletében 200 aranyat hagyott arra célra, hogy egy ezüst kupát készítsenek, amely halálának évfordulóján megtöltenek a legjobb magyar borral, és akkor általában a nemzeti kaszinóban ezt emlékére kiürítik. A nemzeti kaszinó egy kicsit módosított a végrendeleten is vacsorát, és egy beszédet is rendelt a ürítéséhez. Ezek voltak az úgynevezett Serleg beszédek, amelyek 1864 és 1944 között hangzottak el. Politikusok, a tudományos és a művészeti élet, kulturális élet elismert alakjai tartottak ilyen beszédet. A világháború során a kupa eltűnt, a világháború után a Serleg beszéd sorozat megszakadt. Néhány évvel ezelőtt dr. Nemcsik Pál Encsi közjegyző elküldte nekünk az általa összegyűjtött beszédeket. Nem mindegyik maradt meg, de mi megmaradt, azt ő összegyűjtötte és elküldte. Most készülve az este láttam, hogy Nemcsik Pál közjegyző úr ezért januárjában elhunyt. Ezeket a beszédeket kiadtuk, és Dobszony László néhai elnöke javaslatára fölelevenítettük ezt a hagyományt, vacsora és Serleg nélkül, bár 2009-ben a Széchenyi család egy Serleget ajándékozott a Magyar Tudományos Akadémiának, ez most nincs itt. És a Széchenyi Akadémia egy ilyen ugyancsak elismert tudóst művészt kér föl, hogy tartson előadást voltak éppen bármiről, arról, amit fontosnak tart. Nem kell Széchenyihez kötődni előadásnak, de megemlíti Széchenyit az előadó tarvá, annak nagyon örülünk. Ferde Zsuzsa előadásának a címét is Széchenyi napomjának vette, jaj az országnak, melyben a közösségi szellem bűn. Fölkérem tehát Ferde Zsuzsa akadémiust, hogy tartsa meg a idei Széchenyi Serleg beszédet. Tisztelt hallgatóság! Mindenkinek szép jó estét kívánok! Ebből a számomra egészen kitüntető alkalomból. Csak megható csodálatok kifejezésével tudom kezdeni ezt az egész emlékbeszédet. Sok hónapi, majdnem egy évi olvasás után én is arra jutottam, hogy Széchenyinek a nagyságát sem tudom felmérni. Mintha több élete lett volna, naplója és megrendítően sokrétű levelei, gazdag és zaklatott a magán és belső életéről annak képet, bár ezekre is mind untalan beszivárom a közélet. A beszédem c-
címe maga is alapról van. Nyilvánosságnak szánt írásai, meg a minket körülvevő mindennapi tárgyak alkotó géniuszáról, hihetetlenül széleskörű tehetségéről, tudásáról, gyakorlati tevékenységéről és a közügyek tömegének a felvállalásáról tartsolnak. Valahol egész életét tényleg átszövi a törődés a közzel, a nemzettel. Javasol, alapi terve szervez, robbant sziklát és társadalmi közönyt, részt vesz, vezet, kiáll, tárgyal, mozgósít, tanul és tanít, felsorolni is nehéz, hogy az élet hány területén tette mindezt. És szinte rúzsba kötve. Halálszintre írja a Nyugatban 1913-ban. Széchenyi egészen bizonyosan tudta, hogy sem a hitel, sem a világ, sem az egész munkában programált eszmék, gyakorlat és programszerű kifejtését nyújtó stádium soha napvilágot látni nem fog, ha bennük még oly szelíd modorban is a fönnálló kormányrendszer bírálatába merészkedne bocsátkozni. Azelőtt az alternatíva előtt áll, vagy eleve lemondani minden reformakcióról, vagy mélyen hallgatva a kormány hibáiról, minden bűnt, hibát, mulasztást a nemzet vállára rakni. A mély hallgatás a kormányzatról terzul a kényszerűsége volt. Hogy mi mindent folytott el eközben Széchenyi, az a későbbi döbbenti írásokban válik világosság. De ez a kikényszerített egyoldalúság egy jobbtányit nem érvénytelenít a nemzet vállaira rakott kemény bírálatok, Széchenyi bírálatainak minden szavát ugyanolyan komolyan gondolta, mint a jobbítási javaslatait is. Minden javaslata, még azok sorrendje is logikusan következik a helyzet könnyűtlen felméréséből. Az ország elmaradottsága, ami állandó témája, úgy gondoltam, ezen változtat. Mi magyarok, ezek az ő szavai, nem csak elsők nem vagyunk semmiben is, hanem egy középsők sem, de mindenen egyenesen azon népek lekátusra sorá várunk, melynek a civilizáltak közt igényelnének foglalni helyet. Ám sem magasállású, sem boldog, mindaddig nem lehet Magyarország, míg a népet nem emeljük a nemzet sorába. Az ehhez szükséges termék tömegét sokszor leírta. Éveket töltött annak végig gondolásával, hogy milyen sorrend lenne helyes, és ami nála különösen kiemelkedően fontos, az érdekeltek számára elfogadható. Munkássága úgy is olvasható, mint egy végig gondolt tervezet ahhoz, hogy mindenki a nemzet sorában emelkedjen. Elgondolásaiból az elmúlt másfél száz év során sok minden megvalósult, gyakorta már nem is rá hivatkozva. Számos esetben azonban a megvalósulás tökéletlen, vagy éppenséggel ellentmond Széchenyi eredeti szándékainak. Itt két egymással szorosan összefüggő elemet emelek ki ebből az életműből, amelyek ma számomra különösen aktuálisnak tűnnek, és ahol jó lenne, vagy jó lett volna Széchenyire figyelni. Széchenyi munkásságának talapzata az egyesülés, vagyis az autonóm társadalmi szerveződések létrehozatala. Ezek működése segíteni a közirányi érdeklődés felébresztését, a közös tisztázást, ahogy Széchenyi mondta, az elmék súrlódásával. De ez sem ön cél, ennek a közbeszédnek is célja van. Az egyik cél a politikai hatalom, ahogy Széchenyi mondja, a politikai hatalom önkényének valamilyen kontrollja. A másik pedig az ország felemelése, amihez viszont nem elegek a szavak, sokféle tett és mindenek előtt pénz kell. A közpénzek forrása pedig nem lehet más, mint a mindenki által fizetett közteher, vagyis az előadásom erre a két témára, a közterhek igazságos viselésére és az autonóm civil társadalom szerveződésére összpontosít. Mindkét ügyben elég jó irányba indultunk 25 évvel
kíméletlen szembenézés Széchenyi alapszabálya szeretném itt ehhez tartani. Először tehát hadd szóljak az adózásról. Előre bocsájtva egy kicsi megjegyzést, nem véletlenül írom a szövegben is, és mondom most is úgy, hogy az adózásról. Széchenyi számára stílusa annyira fontos volt, hogy a Minerva kiadónak külön levelet írt, méltóztassanak egyében át kegyessel a bulaimat és düleimet, úgy, mint egyéb különbségeimet, szűzen hagyni, mert én így jobbnak és szebbnek látom. Ezt sajnos nem tudom most követni, de magam is szépnek találom ezt a megoldást, és nagyon szépnek találom a nyelvhez való személyes viszonyt. De visszatérve témánk az adózásra. Magyarországon az aranyhullától kezdve a 19. század első évtizedeig érinthetetlen, alkotmányosnak tekintett alapelv volt, hogy a nemes nem adózik. A terveket kizárólagosan a nyomorult adófizető népviselte, ezt megerősítették számtalanszor Verdőzi hármas könyve épp úgy, mint egy nagyon szép 1241-es törvény, amely kimondja, hogy a nemeseknek bármi cím alatti adóztatása még csak országos halálozás tárgya sem lehet. Ez a fajta a teljes vagy részleges adómentesség a legtöbb európai országban létezett, nem mindenütt. 17.-18. századig volt nemesi privilégium, amikortól ezek a privilégiumok kapni kezdtek. Az a teljes és tartós nemesi adómentesség fennmaradás 1848-ig tartott nálunk, ez eléggé magyar sajátosságban tűnik. Mindenki, aki ezt megpróbálta áttörni, Rákóczi, Mária Terézia vagy egy második József, csak híveket tudtak ezen veszteni. Ugyanakkor a közterviselés a magyar liberalizmus programjának szervese. Az összes reformista és radikális programban szerepel 1794-ig, de a jakobinus per után a többi tervezett sorsára jut, a közéletben nincs többé róla szó, írja a történészek felét. A reformok lehetőségét a konzervatívok azon szilárd álláspontja gátolta, amely ragaszkodott, és ez akkor kulcsfogalom volt, a törvények megváltoztathatatlanságához. Megint a történészt idézem, az országgyűléseknek 32-től kezdve állandósult a vita a törvények visszavonhatatlanságának hívei és ellenfelei között. Pontosabban a kormány feltételhívei egyetlen alkalommal sem ulasztották el, hogy a javasolt változtatások ellen meglobogtassanak egy a 11. század és 1830 között keletkezett szöveget. A liberálisok azonban, mivel épp oly műveltek voltak, mint az ellenpárt, ugyanolyan könnyedséggel bányáztak elő az ő tiszteseket alátámasztott az előzőkkel ellentétes műsi törvényeket. Széchenyi nagyon korán, tehát ahhoz képest, ahogy a viták akkor folytak, egy 1823-as naplójegyet bejegyzésben hosszan elmélkedik erről a vitáról, a törvények megváltoztathatatlanságáról, és elég érdekes, számomra is érdekes módon az adóval foglalja össze ezt a tézist, és a következőket összegzésképpen a következőket írja a naplóban. Mert voltak éppen mit céloz és mit képvisel az egyik és a másik párt, a támadó és a védekező. A támadó azt akarja, hogy a magyar nemes ember valószínű, fizessen minden további terhet a parasztokkal egyenlően viseljen. Nyíltan kimondani sem bátorsága nem volt, csak az időkörülmények nem voltak erre alkalmasak, most az időkor megfelelőnek látszik, ezért kezdett a bátorság. A védekezőnek semmit nem akar fizetni, semmit sem adni, semmit nem teljesíteni, de szégyelni, hogy sokat birtokol, sok hasznot húzott országból, tehát állarcát költő virulását leplezze. Kiabált arctalanná válik, és saját érdekén a hazai alkotmánnyal és a szabadság szeretettel leplezze. Széchenyi ebben az esetben is tudta, hogy az adó önmagát mutató és politikai ügy. Számára az igazságos és az integrálódó társadalom eszköze. Ő írja, idézek, politikának mi az adót és jogot, vagy más szakkal az ország terhét és kedvezéseit illeti, nem keves, mint mindenkire nézve ki a
van, ami két évvel későbbi, ott mellékesen ugyan, de visszatér a téma, akkor a nemességről ezt írja. Sok közülük, ha bár nem hiszi is a végtelenségek szabadságnak, belsőjében még nem fejlesztett tökéletesen a társasági szabadság filozófiáját, és azt gondolja, hogy ténylegesnek szabadnak, aki nem adózik. Az ugyancsak 31-ben megjelent stádiumban már két teljes fejezet szól az adózásról. Hogy milyen és mennyi legyen a közteher, arról ezekben a művekben még alig esik szó, csak abban az összefüggésben, hogy a stádium a vízút és hasonló díjaknál a mindenkitől egyenlő viselés várja el, az országgyűlési költségeket a háziaknak pedig úgy gondolja, hogy az idom szerint kellene viselni. A mindenkitől egyenlő például a számtalan belső kám és a hídpénz esetében azt jelenti, hogy mindenkinek a nemeseknek is ugyanannyi lenne ez a pénz. Az ellenállás ezzel szemben is óriási, a világban ezt így illusztrálja. Nekem egy másokhoz képest igen felvilágosodott úriember csak újabb időben azt mondta, hogy inkább várok három napig Pesten, vagy jegettőbe csónakázom Budára, hogy semmi vámot fizessek a hídon, ha bár fényes acélból lenne is az. A Lánchíd Áron 21-ben született, a liberális hídpénzelvet 36-ra érett meg a dolog annyira, hogy az országgyűlés elfogadja, akkor még csak elve. Mindenki fizesse. A másik gondolat, hogy az országgyűlés fenntartásához is fizessenek a nemesek és házi pénztárkának a megyéknél is, ennek az ellátmányhúzó haszonélvezői ők voltak, tehát evidens volt, hogy fizessenek is vele. Mindkét tábla azonban akkor még nagy többséggel elutasított minden adójavaslatot, inkább önkéntes ajánlat formájában vállalták a költséget. A nemesség, hogy én a történészt idézem, a nemesség kevésbé irtózott attól, hogy fizessen, mint attól, hogy adóztathatóvá nyilvánítsák. A nemes nem fizet elvet valahogy a Lánchíd törvény mégis áttörte, és Széchenyi azonnal megmutatta, hogy nem csak erre, megint önmagának messze túlmutató ügyről van szó. 37-ben írt egy levelet, amiben azt írja, egy gyerek is látja, mennyire szükségünk van jó utakra, és hogy inkább utak építésével kellene kezdeni, mint azzal, hogy egy ilyen vagyonot és drága hidat emelünk. Országunkban azonban mindazok mentesek a használati díjaktól, amit képesek lennének megfizetni, a közlekedés egész fenntartása a szegényeket nyomja. A legelső tel, amit el kell érnünk, az az általános használati díj elvének megvalósítása. Ez a Széchenyi által is kezdeményezett és vezetett adóért folytatott harc 48-ban az országgyűlés alatt zárult sikerrel. A 8. törvény áprilisban elrendeli a közterviselést. Magyarország és a kapcsolt részek minden lakosai, minden közterheket különbség nélkül egyenlően és aránylagosan viseli. A részletekről utóbb kívántak rendelkezni. A forradalom viharos történései részben közbeszóltak, részben Kossuthnak még volt egy próbálkozása a progresszív adóval, akkor Széchenyi már Döblékben volt. Voltak hívei, az egyik legfantasztikusabb az egész korszaknak egy kitűnő alakja, Bezerégy István, aki mindenképpen a progresszív adó mellett volt, de még Teák meg Szemere is úgy gondolták, hogy ehhez az idő korai. Úgyhogy az országgyűlés a progresszív adót elutasította. Én nagyon remélem, hogy nem nagy visszaélés hallgatóság figyelmével, ha ahhoz, hogy a mai történéseket jobban megértsük, egy kicsit jobban belemegyek abba, hogy mit is értett Széchenyi azon, hogy idózott szerinti fizetés. Az nyilvánvaló, hogy az adó esetében a teherviselő fizetőképességével arányos adóról van szó. Csak az a baj, hogy az arányos adó értelmezése vitatható és máig vitatott. Mert az arányos jelentése kettős, lehet egyenes arány és lehet progresszív. Ennek megfelelően ma is vannak, akik Széchenyi javaslatát lineáris, tehát egyenes arányú adóként értelmezik, és
vannak, akik növekvő arányú progresszív adókérők. Én úgy látom, és ezt próbálom egy kicsit magyarázni, remélem nem ünneprontás, hogy a későbbi, 10 évvel későbbi 43-44-es művek ott újra visszatér erre a kérdése, és ott valamit megmagyaráz abból, hogy mit is ért ő arányosan. Ott is először hosszan magyarázza, hogy mennyire fontos, hogy a társadalom elfogadja az adóterheket. És azt is pontosan részletezik, hogy mikor fog a közben egyezni ebbe. Akkor fogják az adózást elfogadni, ha nem raknak hátára többet, mint amennyi tehetségének csorbítása nélkül elmegy. Ha e tekintetben a jelenre, ugye a jövőre is biztosítatnak, és ha okvetlen fog adózásának gyümölcse aránylag rá is áramlani. És mikor ezeket az elveket pontosítja, akkor tesz fel konkrét kérdéseket arról, hogy melyik volna azon summa, melyet Magyarország most és a legközelebb időkben csontvelejének csorbítása nélkül elbírni volna képes, és milyen kulcs és milyen felosztás kellene. A summára az adó hetedik részében visszatér, és ott mindegy megelőlegezi, hogy ha minden voltul az országba való beruházásra fizetetnénk, általján néve képvaros telekvét, ez évenként 6 millió lenne, és akkor elmondja, hogy ez mindenre lenne jó. De a javaslatot ismét óriási felháborodás fogadta, úgyhogy már 3 nappal később ezek a akkori művek folytatásba jelentek meg. A 3 nappal később a képvaros első részletében azon rágódik, hogy kaptáció benevolencia nélkül csak úgy rázkodította a képvarosos javaslatot az olvasókra, és itt kezd részletesebben a részletesebb kifejtéshez. Igen, hát fizessünk minden holdon évenként két pengő garas, de értsük egymást, a holdonkénti két garas csak legnagyobb általjánossága van értve, miszerint például közel, jóvásárhoz fekvő legjobb húzaföldre 4, sőt a 6 garas is holdon rovandó. A jobbágyi telkettő holdonként 1 garas, sőt még ennél is kevesebb. Kétségtelen, hogy itt a progresszív adóról van szó, de a felbőszültség egészen hihetetlen volt, még ekkor is a magyarázat után. Úgyhogy Széchenyi egyre óvatosabb lett és egy kicsit visszavonult. A következő évben egy egész új röpiratot ír a kiváltságos sokhoz, és sokkal szűkebb határok közé szorítja a progresszív. Mert némi körülményeket, mélyebb szemügyre vévén több módosítást leszek bátor hozni javaslatba. El lehetne országgyűlésileg határozni azt, hogy azon maximum mennyi súlyos telekdíjjal egy-egy földet nem volna szabad terhelni. Ne lehessen magas, mint 2 garas, midől minden haszon nélküli tények vagy egészet, vagy egészen ki lennének hagyatok, vagy legfőjebb, ezt hangsúlyozom, elftekintetül egyedül némi kevéssel lennének terhelendő. Ez a elftekintetül, amit máshol úgy hív, hogy inkább elvért, mint valódi terhelfordás véget, ez jelképes a dolgok nem jövedelmező területek után. Ez a gondolat sok esetben, sok országban érvényessé vált, tehát megcsinálták ugyanazért, amit Széchenyi mond, mert azt mondja, hogy igen, az adónak közös viselése azon nagy egyesítő, mely minden rendőket, anélkül, hogy ezek mi voltát fényét, s tán elkülönült hatáskörét megtörni egyben, és melynek minden nép egyet sem véve ki, köszöni, hogy nemzeti átalakult, mint ő, de egyetlen egy sincs, mely ezen egyesítő nélkül felbírta volna küzdeni magát a civilizált szabad nemzetek dísz során. Pont eddig tart a Széchenyi háttér. A progresszív adó a továbbiakban a 19-20. Század folyamán Európa szerte általánossá vált, de a két adótechnika közötti választás súlyos világnézeti és ideológiai ügy lett. Máig élénke körül a vita, a progresszív adó hívei és ellenzői egyaránt. Igazságossági és hatékonysági érveket használnak, csak éppen ezt a két fogalmat tökéletesen másképpen értelmezik. És ami igazán meg
és ezeket gyakran társadalomra károsnak tartván csökkenteni akarja. Ez a felfogás, tehát a progresszív adópártja az adórendszerben látja az állam egyik fontos eszközét arra, hogy az egyenlőtlenségeket alulról is felülről is csökkentse. Ezt a vitát szórakoztatóan színesíti, hogy valóban ezek a klasszikus adótanulmányok nem mindig teljesen egyértelműek. Ugye én úgy értelmezem Széchenyit az eredeti javaslatból való visszavonulás után is még, hogy progresszív adó mellett van, az egykulcsos adó hívei pedig azt gondolják, hogy nekik van igazuk. Ugyanilyen értelmezési vita van, és ez tényleg szórakoztató, az egész adórendszer atyának Adam Smith műveinek a kapcsán. A konzervatív olvasatban Smith egykulcsos adót javasolt, a liberálisban meg progresszív adót. A Smith első adóelve ugyanis az, hogy az adó legyen arányos a jövedelemmel, és ezt már mondtam, hogy ez olvasható, úgyhogy egyenes adó. Van egy máig nagyon fontos Adam Smith intézet, amelyik máig tartóan megismétli a javaslatát, hogy Adam Smith nyomán Angliának egykulcsos adó kell. Ez csak úgy van ez Adam Smithnél is, hogy valahogy idézőjelben elfelejtették tovább olvasni, mert hogy a második kötetben, a Nemzetek Gazdagsága második kötetében, amit magyarul nem is találtam meg, azt írja, hogy a gazdagok körülményeik leírása után egyáltalán nem észszerűtlen, hogy a gazdagok a közös költségekhez nem csak jövedelmükkel arányosan, hanem hogy nagy arányban járuljanak hozzá. Tehát akarom egyenes, akarom progresszív. A mai európai valóság sokszínű. A 20. században véglegesen formálódott adórendszere mindegyike progresszív volt, még a 20. század elején megfogalmazott Wegener is, meg a 88-ban vezetett, az már nagyon, az a teljesen a korszínvonal álló progresszív. Az indokok különbözőek, az egyenlőség kérdés hol szerepel, hol nem, de a hatékonyság mindig. Ezzel a hagyományon szakított 90 után